Gyermekek és szülei közösen ültettek el 30 darab facsemetét a cirkusztéren. A kezdeményezés apropóját az adta, hogy a Hikari Dojo Sportegyesület idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Erről beszélgettünk Schneider László oktatóval a helyszínen. A Hikari Dojo Sportegyesület idén 30 éves, 1991-ben alakultunk meg, és idén vagyunk 30 évesek, és hát ilyen tervünk volt amúgy is, tehát a környezetvédelem miatt humánus megfontolásokból arra gondoltunk, hogy elültetnénk a városba 30 fát egy ilyen kis ligetet csinálni, és hát ebből fakadt, hogy 30 fát ültetünk el, ezzel kerestük meg az önkormányzatot, és hát ezt a területet jelölték, hogy itt kialakíthatjuk ezt a helyet. Schneider László elmondta, a növényeket az Egyesület tagjai a felkelő nap formáját szimbolizálva ültették el. A japán harcművészetekbe a felkelő napot egy ilyen kis embléma jelöli, tehát ez lenne az embléma, és ezt az alakot formázzák a fák. A kiskörben van ez a tíz darab japán díszcseresznye, hogyha virágzik, reméljük megerednek a fák, akkor ha együtt virágzik a tíz fa, akkor az szép lesz, és körbe pedig a többi fa időszakosan. A sportegyesület vezetője hozzátette, a faültetés egy újabb nemes példája a közösségi összefogásnak, hiszen többen támogatták a projektet. Jövő évben, hogyha asszályos időszak van, a fáknak a locsolásáról gondoskodik az egyesület, tehát fizetjük a díját, tehát nyilván a városi kertészet és a városi erdészettel közösen ők végzik el, de mi finanszírozzuk a, a fáknak a locsolását. Egyébként a teljes költség úgy jött össze, hogy az Egyeset finanszírozta nagy részét, de rengeteg ember megmozdult, és kaptunk támogatásokat magánszemélyektől, cégektől, illetve az Egyesetünk viszonylag rendezett körülmények között tud működni, és ez sok cég támogatásának köszönhető vannak, közöttük Dunajvársi vállalatok, cégek, illetve az ország több helyéről is vannak támogatóink. A karatecentrum tagjai által elültetett fák a cirkusztéren foglalhatták el méltó helyüket. Az egyesület további tevékenységeiről a szervezet közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.